Van podcast. Az idén 25 éves Van magazin beszélgetései a popkultúra körül. Sziasztok! Ez itt a Van podcast legfrissebb adása. 2020. Június 28-án érkezett a hír, hogy szombatról vasárnapra virradó éjjel elhúgy Najmányi László, hivatásos időutazó, író, rendező, diszlettervező, zedeszerző, szövegíró, performer, spion, számtalan név tulajdonosa, mellékesen a Vantit magazin állandó szerzője. A szerkesztőség tagjai közül négyen Új Péter, Vályi Gábor, Német Robert és Bihari Balázs tart. Megemlékező Vantit értekezletet, Ropi természetesen van. De szerintem onnan kezdjük, hogy ki hogyan találkozott először Naimányi Lászlóval? Ez Vályi Gábort is érint, mint Rokon, mert gondolom tese, nulla éves korodban találkoztál vele először. Nem, de nem is emlékszem, hogy mikor. A legkorábbi emlékem az... Az már ilyen utólag. Tehát találkoztunk meg valami szökőkútba, fürdetett engem, meg tehát voltak ilyen körök, ő az anyukámnak a testvére volt, de sose volt egy ilyen családi fókuszú ember. Ennél is inkább meglepő, hogy 79-ben, amikor elment Párizsba, akkor Párizsból egy ilyen három kötetes mesét küldött. nekem. hát úgy kötet, hogy mit mondja, mesénként nyolc oldal arról, hogy gyakorlatilag ő egy álmot kergetve egy elképzelt hajón át kell az óceánon, és hogy őt már hívja egy barátja, nem tudom micsoda, és ezt a saját magáról készült ilyen három filc, háromszínű tollal, ilyen képregényszerűen megrajzolt illusztrációk, beágyazott ilyen diafilm kockák, meg minden volt belerakva. Megvan? Megvan. És hogy, hogy ő, aki a családról nem sokat gondolt, miért küldött a négy éves önmagamnak egy, egy ilyen hosszú mesét, és azt kérdezte a feleségem, a hugodnak miért nem küldött, velük semmilyen viszonya nincs, de velem van. Volt. És akkor aztán a, vannak ilyen, most előkerestem, hogy mikor kamasz voltam, akkor én írtam neki, akkor már ebbe az angol kattanásába volt, hogy ő maga mögött hagyta ezt a magyar identitását, és ő David O'Clock, mert ugye miről beszélnek az emberek, arról, hogy hány óra van, meg az idő New Yorkban az nagyon fontos, és hogy akkor ő ennek a központjába helyezné magát ebből a, a sztorival. És akkor ők Magyarországra is látogattak, de valahogy ahogy, ahogy elkezdtem angolul beszélni, meg írni, ő meg a felesége folyamatosan bátorítottak, hogy ezt meg kell tanulni, mert ez, ez egy kiút ebből a mocsárból, aminek ő ezt az egész országot tartotta. És elég érdekes levelezésünk van, tehát én lelke, lelkendezem arról, hogy a, akkor még Pangtang csapdát a fekete lyukba, hogy láttam, nem tudom, elküldtem neki az zenét, és akkor azt mondja, hogy hát ez csak ilyen felgyorsított blues. Tehát, de közben meg ilyen összerakhatnánk egyébként egy blues együttes Mondja, ha én megtanulnék harmonikázni, és, tehát hogy mindig projektbe volt már akkor is, és egy, 15 éves hülye gyerek voltam, de már akkor ilyen ember számba vett, meg komolyan vett, és ez szerintem tökre jellemző volt, amikor fiatalokkal dolgozott, vagy bárkivel dolgozott, hogy ő mindig meglátta a lehetőséget, hogy akkor ez most jó, akkor ebből valamit próbáljunk kihozni, és komolyan vette magát. Igen, ez mindig izé volt, mindig, mindig, központi témája volt, hogy hogyan, dolgozik, már itt az idősebb korában, hogy hogyan dolgozik fiatalok, ahogy a fiatalok, akkor tehetségesek. Voltak ilyen periódusai, amik az volt, hogy nagyon tehetséges fiatalok, ezekkel kell dolgozni, utána meg nem tudnak ezek semmit, összes izé lassú, szarú csinálják, ugyanaz a kelet-európai. De az nagy, az, az egyébként nagy rejtély volt most, hogy mondod, hogy, hogy igen, ő mennyire, mennyire ki voltak a mindig Magyarországra, és az Amerikát pedig szerette, és aztán a végén itt ragadt teljesen. Tehát, hogy, hogy 96 óta ő csak látogatóba ment át Amerikába. Már nem tudom, hogy hányszor mehetett át, mert nem mindig volt tiszta, ugye ő a New York leveleit is innen írta általában, ugye a Vantitba például, tehát hogy, hogy néha úgy csinált, mintha Amerikában lenne, közben nem ott volt. De elég hihető volt, mert uh, tehát rengeteg helyre, tehát a, aztán az Artportálra mentek, a New Yorki művészeti életről voltak rendszeres beszámolói, hol kinek milyen kiállítása megy, és nem ha, volt nyíltan én. sose felkérdezve, hogy akkor ez most akkor tényleg vagy nem. És ez része is a mítosznak, tehát ez már soha nem bogozzuk ki, hogy mikor, hol járt. Az én esetem az nagyon egyszerű lesz, mert én a Vantitban találkoztam. Tehát a Vantit szerkesztőségi ülésén, ugye akkor már az Orla utcában volt szerintem a szerkesztőség, hát nem volt a szerkesztőség, a Sziget a tárgyalója gyakorlatilag, ahol összejöttünk, és ugye a 97. márciusban jelent meg ugye az interjú vele nálunk, és ugye talán egy-két hónappal később, egyszer csak a Mart, nem tudom, hogy a Marton Laci volt -e. ez egy érdekes kérdés, hogy a Gábor akkor már írta van Írtam már, ugye? Mert ez ilyen, ilyen fokozatosan volt, ugye, hogy 95 év végén indult a Vantit, valamikor a harmadik számnál szálltatok be Balázs, ugye akkor még a Marton Laci, te a Lévai, ne, a német -Robi még nem Igen, volt az szám. első két számba, bizony, német Robi még nem volt, ő, ő néhány számmal később, még a déri, déri, Ön így van. van. Tehát Bihari, déri, Marton, Lévai, így, így voltatok négyen, illetve hát akkor a Narancsból még a Nagy Elizabeth írt. Egyet, egyet, meg ilyen ezek voltak. Igen. Itt, na szóval, hogy ez volt 1996 éveleje, akkor kezdődte az átalakulás, domján, stb. És ugye 97 márciusban volt az, hogy megjelent ez a nagymány interjú. Előtte egy hónappal volt a Narancsban, azt is a Barna Robi csinálta, ezt is a Barna Robi csinálta. És valamikor a, a akkor a Marton Laci, vagy a Vái, nem tudom, kicsapta maga a hóna alá a najmányét, nem, szerintem tőlem nem. függetlenül, tehát jellemzőek voltak ezek a helyzetek, hogy mint a Trebics, így megjelent az életembe. Tehát mit tudom megyek a rádióban, műsort készíteni, és az előttem levő alkotás útja művészeti műsorban, ő a vendég, és rám köszönöm, hogy hello. Tehát, hogy elég autonóman szervezte a, az életét. De akkor valószínűleg a, a Marton Laci szervezte be, nem? Úgy tűnik. A beszervezés egyébként az az ő esetében, különben is, hogy adekvát fogalma én valóban úgy emlékszem, hogy egyszer csak így ott volt. Vannak egy emberek szerintem, akik, akik tényleg egyszer csak így ott vannak, és akkor már mindenki ismeri őt. És a Naimány is vagy, nagyjából így volt, hogy egyszer csak így ott volt, és, egy, egyébként egészen biztos, hogy a Marton Laci hozta oda. Szerintem, szerintem azt kéne, hogy egy picit így beszéljünk arról, hogy, hogy honnan indult, mert hogy, mert pont pár órá kellett egy barátomnak így őt valamilyen szinten definiálni, vagy képbe rakni, hogy, hogy, ő most akkor tagja volt a spions nem volt tagja a spions ennek a Spions körnek volt a tagja, egyáltalán ahogy ez a Spions kör kialakult, honnan ívelt ő odáig. Szerintem, hogyha ezt valaki hallgatja, reméljük, hogy minél többen, akkor, és nem pontosan, nincsenek pontosan képbe azzal, hogy ki az a nagymány lesz, hogy picit így tegyük meg őket képbe. Nézzünk egymással, vagy. Ki, ki én egyébként felkészült vagyok a témában, rettenetes módon, mert hogy én nem tudom, nekem valahogy, én bírtam alacit nagyon, és, és amikor megláttam a halálhírt, akkor egy picit fölbasztam az egészen magam. Vagy nem is tudom, találkoztam vele egyszer-kétszer ott, ó, vagy nem is Óbuda, hát ugye mi a Török utca Margit körül ó, tíz évvel, tehát ott a Zsigmond tér meg a vizek között, ott egyszer-kétszer, hogy összefutottam, hogy elég. De már ez is lehetett négy-öt éve utoljára, hogy vagy, vagy találkoztam, mert nem tudom, hogy akkor is kicsit ö, olyan. Nem volt jó paszban a. De ő egyébként is hajlamos volt egy kicsit ilyen izé, ilyen, ilyen, ilyen komornak lenni az utolsó jövőben. És ahhoz képest, ugye itt volt ez a izé itt volt ez a halálhír, és ugye tényleg Magyarországon, tehát tényleg ez egy, ez egy ilyen halálkultusz az egész ország szinte. Tehát imádjuk a halottakat, tényleg. És mindenütt megjelent a hír. Nőklapja, kávé éve. De ott kurtam föl magam igazán, hogy megjelent az indexen, ahol megírták ízébe, ízébe és nem tudták, mert egyébként csak belinkelték volna az ott megjelent cikkeit, bazd meg. De nem tudták, hogy, hogy, hogy ő ott állandó szerző. Sőt, majdnem, hogy index alapító volt, hát most jó, ízébe. de ugye úgy, hogy ő még az internettóba írt, és hoztuk át, amikor volt. Szóval az internettóba adtuk ki a CD-jét, ugye a, pont az indexes váltás előtt pár hónappal, Ugye még 99 valamikor év elején kijött a CD-je, mint internetó kiadvány, ugye Dance the New York, és rá egy két-három hónapra megalapítottuk az indexet. És akkor ő jött, át, írt oda az indexet. És egyébként én sem emlékszem, hogy az internetóhoz, hogy akkor rajtam keresztül jött a van titból át, vagy a nyírő találta meg az internetóhoz, de hogy ő már írt az internetóba folyamatosan a cikkeket, és akkor Na mindegy, majd már csapongok én is, meg olyanok leszünk, mint egy ilyen mágikus, realista, naimányi dokumentumregény, hogy emiatt aztán így kicsit az elmúlt hetet a, 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 a különböző cikkeinek, meg még interneten föllelhető dolgainak, és hát ő ugye kurva nagy dokumentátor volt, meg archivátor, meg mindig gondozta a saját műveit, és, ez, és tök ironikus, tök ironikus, hogy ezzel együtt, mint hogy állandóan konvertált, meg ő ilyen műszaki ember is volt ráadásul eredetileg, és volt ehhez érzéke, hogy ő szeretett konvertálni, meg minden át új médiumra, onnan vissza izére. És hogy ennek ellenére tele van ilyen, izé döglött linkekkel, áll eltűnt dolgok, nincsenek meg, ízék, és tehát ő nagyon töredékes és jut is, holott állandóan ezzel töltött, Tehát nagyon sok időt töltött ezzel. És nagyon hogy kevés ezeket... dolog jelennek hivatalul. Tehát, hogy, Igen. hogy az interneten rengeteg minden Igen. fönn volt, és ez egy iszonyú érvágás, tehát a nagyon ritkán volt keserű. Tehát mindig volt benne egy ilyen elegancia, amivel ő fölül emelkedett. Ezen meg volt a véleménye mindenkivel szembe kurva kritikus volt, egy-két kivételtől eltekintve. De mindig az volt, hogy nekem nem fog panaszkodni ezt az utat. Ő választott, ő hazajött ebbe az országba, ez olyan, amilyen, nem tudom. De amikor az artportálnak volt valami fazonírozása, és az az egész archívum, amit részve a saját ilyen honlaprendszeréről átlinkelgetett, az eltűnt, akkor tényleg dühös volt. Igen, Tehát igen. Akkor azt de, ugyanez történt, történt, a Bahia Hunál is, ahol szintén fönn volt egy csomó anyaga. Ugyanez volt az index, az indexnél sincsen meg egy csomó anyaga. Nem, nem találom, egy biztos vagyok benne, hogy ennél több jelent meg. Az internetot azt egy az egybe letörölték a faszkalapok, miután, ugye itt, mert nem, nem, nem tudtak vele mit csinálni. Ott is volt egy csomó cikke. Szóval, hogy sorba, hogy ezek, egy, 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 csomó ilyen dolog az, az a szőrészszálán eltűnt. Hát erről egyébként ilyen technika mindig szoktak mondani, hogy igen, hogy ezek az új adathordozók azért messze nem biztosak. hogy látszik, hogy a mezopotámiai kőtáblák azok még megvannak, nem néhány az éve, interneten már öt év múlva nincs meg semmi baz meg. Tehát, hogy, hogy, tényleg ezek, ezek nem működő adathordozók valójában szóval hogy tessék továbbra is kőtáblákba. Azért Laci nagyon-nagyon sok kőtáblát megírt, volna, valószínűleg egy, egy, egy egész hegyet. Szóval ő egy ilyen kiskunfélegyházi családba született, az apja az egy ilyen, ez, igen, de nem kiskunfélegyházán, hanem Hermagorba, tehát ez Szlovénia Ausztria és Olaszország ami, határán... oh, a, kurva jó hangzás, és mint gyűrű gyűrűk urában lenne az valahol a sötét, izi, vagy még hogy, a, hogy, a, hogy a, hívják a, a Igen. És az tényleg egy ilyen völgy oldalába volt egy fogolytábor, ellopott állítólag az apja egy páncélvonatot a, a nem hat teste, akkor már ilyen 30-an, 40-en voltak. Már is egy nagymányi Már is egy De az apja egyébként olyan munkaszolgálatos volt. Tehát, hogy nekik, ez, ezt így nem mondja az élekbe, de ugye úgy fogalmaz valahogy, hogy elvitték, hogy lövészárkokat és ezért, tehát, hogy az, el, tehát elvitték, így, az nem mondja ki, hogy munkaszolgálat, de abból, ahogy fogalmaz, az következik, hogy munkaszolgálatos volt. Hát, nem lehet? Miért mérnök volt a bm Most akkor próbáld meg kideríteni, hogy ő egy uh, törzászlós volt, egy ilyen utászerődítés ízébe, és mások ásták az árkot, uh -huh. vagy ő is ásta az árkot, vagy mindegy volt. Mm. Tehát ezekről igazából nem nagyon maradt föl semmi, csak ez a ott voltak, és aztán táborba kötöttek ki, tehát nem a Igen, német típusú Láben, hanem, egy, hanem Igen. egy angol táborba, is ott az volt az érdekesség, hogy a nagyanyám és a nagyanyám testvére, két egyházi csaj elkezdtek menni, gondolom az orosz front elől menekülve is, és megpróbálni megkeresni őt, hogy hol van. És ez sikerült valahol, tehát ment ez a legutolsó képeslap. Honnan jött, bementek, körbe kérdezték, hogy nem tudom hányas osztag merre, merre, és akkor mondták, hogy hát arra mentek el, avval vonata, és egy ponton találkoztak. És akkor ott született, és nem tudom, egy vagy két évet ott lehúztak a bömbölő csecsemővel a, a munkatáborba és aztán hazakerült, és volt egy nagyon problémás, tehát az apját azt 56-ba elvitték, és ez az egész, hogy mondjam, volt egy ilyen erősen a hatóságokkal szemben, mondjuk az bizalmatlan viszonya, az, innen jön, hogy tíz évesen látta, hogy egyszer csak eltűnik az apja otthonról, nem tudni, hogy miért, és más, tehát még a vádakat se tudták ellen, azt se tudták, hol tartják, és ott a nagyanyámnak volt valami heroikus utánajárás, amire megtudta meg meg őt, és ebből a izéből jön, és, és a, 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 nagyapám az ebből egy elég megkeményedve jött ki, tehát ő nem volt egy ilyen babusgató típusú szülő, amire anyámnak az volt a válasza, hogy egy ilyen nagyon megfelelni akaró valaki lett, és alacinak volt az a válasza, hogy ő folyamatosan ellene ment annak, amit az apja akart, elment, elvégezte a műegyetemet, mert az apja azt akarta, de nem akart vízépítőmérnök lenni, hanem nagyon hamar ebbe a bontakozó, Neo-Avangard underground köszönöm, Ö, elkezdett ilyen színházi projekteket a Kovács István stúdió, Donauer Arbeiter ja, Family. A Kovács Familia. István stúdió volt a Rajk Lászlóféle. Igen. Rajk Lászlónak a neve volt a Kovács István, hogy ezt kényszerítették rá a amikor ugye az apját kivégezték, és őt állami gondozásba vették, és a Kovács István nevet kellett használni, és akkor ezért volt. De ez érdekes, hogy közben akartam szólni, amikor a Gábor végigvette itt a történelmi fordulókat, a második világháborút, és utána 56-ot, hogy, hogy, hogy ugye volt már egy eleve ilyen előtörténete, hogy mind a két ilyen nagy... De hát ez elég sok családdal előfordult Magyarországon, hogy mind a két diktatúra megrángatta rendesen, vagy mind a két ilyen rettenetes totalitárius rendszernek valamilyen módon áldozata lett a család, de hogy olyan embert viszont keveset ismertem, aki ennyire egyenletes, izzó gyűlölettel viseltetett mind a két, mind a két típusú totalitarizmus iránt, és ez kurva jól megcsinálta abba az egyik önéletrajzi videójában a maga ilyen kicsit okkultista, sátánista, szimbolikába nyomuló izéjével, ugye, hogy ő a Spionszal Párizsban is kurmagy botrányt kavart azzal, hogy ugye a három szimbólumot összerakta egybe a horokeresztet, a vörös csillagot és a Dávid csillagot egybe kombinálta. Ugye ez volt, hogy a hogy a svasztika, ami szanszkrit szimbólumként azon, hogy szerencsecsillag, ugye Hitler megfordította, és ennek jegyébe csinál, írt egy ilyen nagyon erős szöveget, hogy, hogy elpusztította kultúrámat, izé, mit tudom én, börtönbe zárta, tönkretette üze fajtámat, nem tudom én, üze, és akkor utána Lenin és Sztálin a, a, azt hiszem, hogy az valami egyiptomi vallási szimbólum volt, az ötágú csillag, és az kék volt a színe, és vörösre változtatta a színét. Hitler és Stalin halálcsillaga, kipusztított a fajtámat, elnyomtak de stb. és egy ilyen kurva jó szöveget összerakott, ami eg egába kezelte a kettőt mindig. Hát talán ez is tetszett, mit annak. De, de, lényeg az, hogy akkor csinált ezeket a színházi projekteket, és emellé kezdődött ez a Spions dolog. Sőt, egyébként a, a, megvan a munkakönyve, semmi nincsen belepecsételve. 72 és 78 között dolgozott díszlettervezőként és csinált vagy 30-40 díszletet, azok fönn is vannak a Wikipédia, mert valaki a színházi lexikonba ezt ott ledokumentálta, és az aztán így fölkerült. És, de ez nem, nem, érdekelte, vagy nem úgy érdekelte. Tehát ebből ez a családnak ez volt a nagy fájdalma, hogy ő ott elkezd, tehát hogy miközben elfordult ettől az ilyen kispolgári élettől, a mérnöki pálya, meg nem tudom, családgyerek akármi, és elkezdett valami olyat csinálni, amit az apja egyáltalán nem pártolt, és nem akart semmi, de elkezdett sikeres lenni ebbe, és ez lehetett volna valami, és mikor így gyakorlatilag egy elismert szereplő volt, hogy több díjat nyert díszletekkel, meg tényleg a legnagyobb rendezők ö, dolgoztak vele, akkor ő fogta magát és dobbantott a Spion ami a magyar protopunk nyúvét, nem tudom, micsoda. Pont egyébként, a, amit meséltem, ugye, hogy majd barátomnak kellett a Spion-t így képbe rakni, azt mondta az ember, hogy hát ezt ő nem hiszi el, hogy 77-ben, amikor egyébként, hogy, hogy teljesen jelen időben a világgal. Tehát gyakorlatilag, oké, okay, mondjuk a New Yorki Art Punk az, mint egy-két évvel korábban szökken Ahhoz is hasonlít, igen. Tehát hát a television, igen, Patty Smith, de hogy egyébként ez a két év, annak a tekintetében, hogy mondjuk a mekkora későssel szoktak akkoriban Magyarországon leesni dolgok, ahhoz képest gyakorlatilag jelen idő, hogy, hogy és elhűlve nézi az a zenében, egyébként járatos ismerős. is, hát hogy az, az egész, hogy az egész, igen, tehát hogy, és egyébként pont ezt mondtam neki, hogy képzeld el a 77-es Magyarországot, piramis, skorpió, nem tudom, bergend, és akkor jön egy zenekar, ezzel a szikár ilyen artpunk zenével, egy ilyen hisztérikus, ilyen David Bowie meets John Lydon, vagy Johnny Rotten. Igen, tehát hogy egy ilyen teljesen jelen itt érkezik egy zenekar, és hát nyilvánvalóan nem tudtak vele mit kezdeni. Még az a nagy kérdés, hogy mindig vannak ilyen figurák, később ilyen volt például a Pajor, meg nem tudom én, akik, akik Valahogy ilyen, annak ellenére, hogy vasfüggöny volt, és tényleg nagyon kevés információ jött. Tehát én emlékszem, én azért jóval fiatalabb vagyok náluk, de hát még a 80-as években is bizonyos információkhoz elég nehéz volt hozzáférni. De voltak olyan figurák, akik valamilyen módon hozzáfértek, vagy nem tudom, én volt valaki, akinek valamilyen rokonakin volt, voltak, akik tudtak angolul, ezt nem tudom egyébként, hogy, hogy, hogy a lacinál vagy, vagy ebből a körből ki volt az, aki igazából ilyen nagyon erős nyugati kapcsolatom akinek voltak. Tehát ugye a lemezek, ő a David Bowie cikkébe is, a David Bowie is leírja, hogy már 75-ben voltak David Bowie lemezei. Igen, igen, mert ugye, Aha. ugye a Molnár Gergely, aki, aki gyakorlatilag szerintem a legközelebbi barátja volt még a virtuális térben is szerintem haláláig, hát vele kezdték el csinálni a, a, ezeket a David Bowie ismeretterjesztő előadásokat, amivel így gyárták így a művelődési házakat, és ez a 70 évek közepén volt már. Tehát, hogy, hogy, nem tudom, szerintem kettőjük között, szerintem akkor, akkor, alakult ki ez a kapcsolat, meg, meg, ez a nagyon mély kapcsolat, amivel gondolom hogy egymást így generálták, és aztán mégis ebből lett a a Spion. Szóval, nyilván ehhez kellettek még, még emberek, de hogy maga az egész gondolatiság az, hogy, az, hogy a, az, hogy az, a, az egész ilyen, ez a 70-es években így annyira jellemző, ez a performance, kortárs izé, kortás művészet dolgot így visszavinni az emberek közé. Tehát én nagyjából ez volt a, a, tehát hogy jelen idejűvé tegyék, ezért, ezért, talált, ezért találták meg, mint médiumot a pankot, azt hiszem. Tehát, hogy legalábbis, legalábbis nagyjából szerintem ők ezt valahogy így definiálták. Az más kérdés, hogy hány emberhez jutott el, abban, abban ott a maga idejében, de hát ugye erre mondják a kedvenc zenei újságíróink, hogy viszont azok, a, azok az emberek ültek akkor ott, akik, akik aztán később zenekart alapítottak, és aztán így a 80-as évek elején. Hát a mai egy napig ebből élnek. Egy emberről én biztos tudok, aki látott spanyol koncertet, vagy az egyik ilyen performance, legalábbis a Vigmisi, aki ott volt, a például az a zeneakadémiás performanszon, amikor a, a híres svábbogár kínzós ezért, aminek nincs meg. Ez a legnagyobb sztoria volt a Lacinak mindig, a svábbogár kínzós. Egy írásvetítőn gombostűre tűzött csótányokat, és az volt, közben beszélt, és valamilyen izéről tartott előadást. Ez még az talán nem Spions volt, és akkor egy ilyen önkéntes bogárvédő ott véget vetett a természetesen botrányba fulladt a dolog. És azon például a, a Vigmisi biztosan ott volt, meg talán szerintem Spanyol koncerten is, és ő emlékezett már a, 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 a számokra is, és, 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 valahogy azért átszűrődött ez az egész ez az egész dolog. Hát érdekes, hogy, hogy mennyire ugye a 60-as évek végét, tehát ugye a Lacinál még a, a ahogy, ahogy ezt le is írta, meg mesélte, és többször hát neki az igazi műfaja egyébként visszatér a ide értekezletekre, azért ez a mesélés volt. Tehát, hogy mindig előadta ezeket az Ezeket is írta meg általában, de, de élőszoba is előad. Élőszoba előadott néhány olyat is, amit később nem írt meg, bár nem tudom, hogy Halász Péteres könyve például benne volt-e a szekrénybelakós dolog, mert azt nekem emlékszem, hogy mesélte, de az írásaiban nem találtam meg, hogy a, hogy a, a elmondása szerint a Halász Péter szekrényében lakott New egy évig, egy kiló kokainnal, meg egy kiló heroinnal együtt, mert a Halász Péter volt a dílere a varhaléknak. Ez volt a izé, hogy alig élte túl azt az egy évet, hogy akkor illegális bevándorló volt, és nem mehetett ki a lakásból. És néha még a lakásban is el kellett bújnia, mert hogy oda jöttek. Ízéve. Na mindegy, szóval, hogy, jó, hogy mindig voltak ezek a sztoriai, és időben, és ő ugye nagyon hosszan mesének, a kedvenceim ugye azok voltak, amikor elmesélte, a, a, hogy a 60 években, hol játszottak először Rakandot, a, együtt, és a, a a Doxa együttes, az úttörőházba, ilyen Roma Jazz zenészek, Johnny and the Hurricanes játszottak, és azt ilyen érzékletesen elmesélte, vagy hogy a Liversing milyen kurva nagy underground, kvázi metal, proto -metal zenekar volt, amit a francia gondolna Demi Rózsiról, ugye? hogy izé, hogy ott, izé, ott rázták a hajukat rettenetesen, meg egyébként azokra a számokra sem, amik a Liver Singről de hogy, a, hogy például a ő kifejezetten lelkesen nyilatkozott, hogy az milyen, milyen kurva jó volt akkor. És ugye ebbe a kekszet természetesen, ugye, mint a 60 évek végén, ugye, ami szintén egy ilyen izé, tehát az még majdnem, majdnem, olyan rövid, majdnem olyan rövid sztori volt, mint a, mint a Spions maga, tehát a keksz is egy ilyen másfél éves sztori volt, de hogy igazából ettől, a, ahogy a magyar matematikában a fehér lipottól le lehet vezetni lovas, vagy a, ö, lovászik mindenkit, a, aki, aki nagy matematikus volt, addig, addig a, a, magyar popzenébe is a, a kextől le lehet vezetni szinte mindenkit, aki jó vagy nagyon rossz rockzenész volt, és hogy hogy, a, hogy, hogy, hogy hogy élnek ezek, ezek így, így, így egymásba, vagy hogyan kapaszkodnak egymásba, hogy nekik is a, a baksa sós az egy ilyen kurva nagy hatás volt a 60-as évek végén, és aztán ez így, így, kicsit átszűrődik a Molnár Gergelybe, aztán átszűrődik a Balatomba, URH-ba, de már közvetettem, mert ők például szerintem nem hiszem, hogy látta a kekszt, de még a Vigmis is se látta hogy nekem többször mondta a hogy hát, hát, hogy a kex volt a város központja pontosabban olyan értelemben, hogy, a, hogy, hogy, egy ilyen virtuális középpontja volt az akkor ilyen izgalmas kultúrának, fizikailag, vagy hogy mondjam, geográfilag a Gellért hegyi, Gellért hegy a Citadella bár, ahol játszott a keks hogy, hogy, hogy az volt az epicentrum. Valóságosan is, meg átvitt értelemben is hogy egyébként erre a generációra itt oktálisan jellemző ez a történetmesélő attitűd. Tehát, hogy gondoljatok a Dixire, meg ezekre a figurákra, akiknek abszolút, tehát hogy ők meg is élik tényleg azokat a történeteket, amik mondjuk esetleg meg is jelennek. És a Laci esetében is, tehát hogy tényleg nagyon sokszor szerintem az van, hogy, hogy, hogy ezek, a, ezek a történetek tényleg megtörténtek. Az a, az a vicces, hogy a legtöbb történetében vannak ilyen nagyon fantasztikus elemek és nagyon triviális elemek, és sosem tudod, hogy mi volt a, a konfabuláció benne. Tehát, mint van, van egy ilyen történet, azt többször elmesélte, ő átugrottunk időben, tehát e -e diszidáltak Párizsba, lehúzott egy nagyon kemény négy-öt évet Torontóba, és utána volt tíz évet New Yorkba, majd elvált, és hazaköltözik Magyarországra, és ez az a pillanat, amikor ő pakol New Yorkba, és elment 10 bankhoz, ott csinált állítólag 10 hitelkártyát, mindenhol kihúzta a kártya limitet, és lelépett Magyarországra. És most pakolom össze az életművét, meg a lakást, és ott van egy fiók, és ott van benne a 10 hitelkártya, ugyanolyan lejárati dátummal, és nem tudom, tehát ő utána azért nagyon sokáig nem is akart itthon bankszámlát, nagyon sokáig az 20 plusz év, Uh, igen, tehát volt benne ez a fajta hatóságokkal szembeni uh, bizalmatlanság, de ez nem volt teljesen konzisztens. Tehát a feleségem avval győzte meg a végén, hogy de kell TB kártya, uh, hogyha esetleg bármi történik, ahogy történt is, akkor ne ott álljunk, hogy ő nincs a rendszerben egyáltalán. Hogy de figyelj, Laci, van egy magyar útleveled, mert azt visszakapta az állampolgárságával együtt, egy lakcímkártyád, meg egy személyid, itt laksz húsz éve, azt gondolod, hogy most ez a TB szám lesz az, ami a rendszert így beélesíti és elkezdenek <laughs> víjogni? Ugyanígy megkérdezhetnék, hogy van -e egy TB kártyád itt, és semmilyen jövedelmed nem volt az elmúlt húsz évben, az hogyan van? És akkor így belement. De de nagyon nagy volt, tehát ez egy komoly családi konfliktusforrás volt, hogy ő nem akart ezekben, és főleg, hogy az egészségügyi ellátórendszerben nem akart megjelenni, az egy ilyen, ebből a fajta paranójából meg tiltakozásból jött. Viszonylag gyorsan átcsaptunk a 60-as évek neoavangárd és, és, mindenféle művészeti mozgalmaink keresztül a Spionszig, és, és ugye utána a Lacinak a meglehetősen sajátos történetmesélési technikájáig, amit, amit még szerintem sokáig lehetne boncolgatni, mert ugye a műveinek a nagy része az ebben a, ebben a stílusban íródott, illetve hát ez érdekes, mert én, én, én itt a, az anyagok összezadése közben itt már fölvetőd benne, hogy valamiféle gráfként kéne tényleg ábrázolni azt, hogy milyen, egyáltalán milyen műfajokban alkotott, ezek hogy kapcsolódnak egymásba, óriási A nagy-nagymányi nagy, ma, a nagy lehet, mátrix. Hogy, igen, lehet, hogy a Rényi Afléd matematikai kutatóintézetek föl egy kisebb kutatócsoportot erre, hogy ezt próbáljuk ábrázolni valahogy, és hogyan jutunk el a fluxus művészetből, mondjuk a -e, nem tudom én, hová. De, de hogy, hogy ugye az volt az, és ezt ki is fejtettem mindenféle öninterjújba, meg ugye szeretett ilyeneket is csinálni, ilyen önéletrajzokat, ön meg mindenféle, hogy, hogy, hogy ezek a formák igazából így nem nagyon érdekeltek. Ugye az volt neki a mondása, hogy az üzenet a, 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 a kurvára, az üzenet a lényeg, hogy most ők egyébként a rockzenét azért találták meg, vagy punkzenét, vagy bármit, hogy többekhez szólhassanak, mert jobb mert csak többen járnak rockkoncertre, mint színházba. Körülbelül ez volt a ez, ez, volt a motiváció. És ugye itt az utolsó éveiben, amikor már inkább az írás volt, bár ugye volt még itt ugye a 2000-es évek elejének egy nagyon nagy, viszonylag nagy sikerű színházi produkciója. Meg a, hát a Érzővel az utóbbi, az utolsó éveiben inkább ez, a, ez az írás volt jellemző, ahol újra feldolgozta ezeket az élettörténeteit. Ezért, hogy, hogy mennyit színezett ki ezeken, ez mindig nagyon nehéz volt kitalálni, meg, vagy meg, meg hova tett hangsúlyokat. Azért azt lehetett látni, hogy, hogy bizonyos olyan sztorikra is, amit már együtt, vagy én korábban láttam, vagy akár mondjuk velem kapcsolatos voltak, arra ez azt lehetett érezni, hogy ráhúz egy kicsit, a, a tehát meg, megnyomja, de, nem nagyon. Tehát aztán persze lehet, hogy évek alatt ezek egyre, egy, egy, erősebben nyomódott rá mindig a filc ezekre a Volt, a, volt a, egy, a egy a de, de, hogy, de, hogy van, hát meg, meg, ismerünk egyébként ilyen, ilyen, ilyen figurákat, hogy, 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 tényleg azt gondolod, hogy, izé, hogy kicsi színezi a sztorikat, aztán amikor egy, egyik másikba belecsöppensz, akkor látod, hogy hát ez kurvára, kurvára nem... Nem tudom, szinte az... sosem érdekelt, hogy mennyi a, mennyi a fikció nála. Szóval hogy szerintem ez nála egy ilyen... Voltak én pont a Dixi könyvnyelmi, most a Dixi is nagyon gyorsan szóba kerül, de ez a figura, aztán az ő figurája, az pláne nagyon érdekes. Egyrészt, hogy a Lacival kortársak is voltak, ugyanabból a közegből jöttek, ugyanaz a gyökerek, ugye ez a fajta verbalitás, hogy milyen erős volt, bár a Dixinél, ugye az a Dixi művészete, az kizárólag művészete, hát kizárólag verbálisan létezik. És ugye ráadásul nagyon összecseng azzal a naimányom is, amit az egyik életrajzának a mottójának írt, hogy, ami a, hogy, hogy az életműved az életed. Hát a Dixie aztán tényleg ez A Laci is ilyen, típ, ilyen, 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 ilyen volt, hogy az életed a műalkotás. És a Dixie aztán végképp ilyen volt, és azzal együtt, hogy hát ezt most mondhatjuk, hogy műalkotás, vagy pedig egy nagyon rosszul sikerült tréfa, tehát ez ugye ebbe azért vannak viták, vagy aki ismerte a Dixit, nem nagyon tudta ezt eldönteni, hogy itt most művészetről van szó. Hát, vagy meg egy, melyik korszakában egy é... faszról, vagy nem tudom. Hát ez nem azt hogy ez korszakonként változott. Igen. Miközben tényleg, tényleg ugye, tagadhatatlan, hogy voltak zseniális villanásai, én már ugye viszonylag idős ismertem, és akkor már kevésbé, de, de hogy, a, hogy ugye a az egyik utolsó projektje az a Dixi élettörténetének a megírását volna, amik az ideális naimányi projekt egyébként, mert ugye őt mindig ezek a mítoszok, ezek a ezek a kicsit okkult, kicsit ilyen, 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 ilyen rejtélyes, majd hogy néha ilyen szinte spiritualista izgben, homályba burkolózó tényleg sztorik érdekelték. És hát ennél, ennél undergroundabb, meg ennél budapestibb, meg ennél, ennél keményebb sztorit, mint a, mint a Dixi nem is lehetett volna találni. És a Laci elkezdte ezeket gyűjteni, és az is nagyon érdekes, hogy ez is egy tipikus nagymányi befejezés, hogy egy kurva nagy sértődés lett belőle, mert a Dixi örökösök is, vagy a család, nem tudom, én állítólag befeszült. Én a vigmisi kérdeztem, hogy miért lett ennek vége. Én is, én is és a Vigmisi nem tudom, hogy te családilag vagy valamilyen formában hallottál-e róla, mert ez egyébként érdekes. A Vigmisi nekem azt mondta, hogy a Dixinek valamilyen ö, családtagja az, ö, az, hát szóvá tette a Naimányinak, hogy, ö, hogy hát, hát, biztos valamivel kegyelett teljesebb, vagy valamivel visszafogotta, vagy nem tudom én mit szerettek volna, ö, és ebből egy nagy sértődés lett. A Laci is szeretett megsértődni, nagy sértődő volt. Egyébként ez nagyon érdekes, mert ő nem tehát ez a nagy sértődékenység, ez egy ilyen kelet-európai tulajdonságunk. De a lacibbben valahogy ez is az volt, hogy megsértődött, de nem demotiválta soha a sértődés, hanem hanem ebből mindig inkább ilyen energiát merített. És tehát akkor, még akkor, akkor továbbment még. valami másik irányba. Igen, tehát igen. a, a sértődő, tehát nekem azért nehéz, próbálok ebben valamit kezdeni, hogy csomó embernek jelentett őt valami, de mondjuk az egész temetést, meg az ilyen magyar halott kultúrát gyűlölte, tehát temetés biztos nincs. És hogyan lehet összehozni azokat az embereket, akiknek fontos volt és teremteni egy lehetőséget ebbe a helyzetbe, és kit? Mert tetszőleges számú emberről tudok mondani történetet, akivel az elején mindig úgy indult, és ez kicsit ez a mese, amit nekem írt, hogy azt mondta, hogy a mesébe ő szerepel valami állnéven, meg a Gergő, meg a felesége is benne van, hogy egyszer, hogy nagyon nehéz egyszerre álmodni ugyanazt az álmot de hogyha nem hiszel abban az álomban, akkor nem válik valóra, és hogy, hogy valahogy a meséből kiderül ez az élete is, tehát hogyha el tudja magáról hinni, hogy ő ez a más mesebeli figura, a Davidoklok, a Trebicsa, nem tudom micsoda, akkor ő azzá és de, de ez csak úgy lehet, hogy teljesen beleveted magadat, és, 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 ezeket az álmokat ő rendszeresen meglátta. Tehát, és gondolom, ez az, amikor nem egy karriert építesz, hanem egy ilyen szeriális művész vagy, aki még akkor is ilyen mániásan alkut, mikor már senki nincsen körülött, hogy bármikor a képbe került egy fiatal valaki, egy befutott filmrendező, egy valaki is megkereste egy pici projekttel, akkor ő abból látta az, hogy ez mivé tud elmenni, viszont kollaborálni egyáltalán nem tudott. Te, te szerkesztőként biztos láttad balás, hogy, Terjedelmi okokból kihúzol egy mondatot, és nem egy bekezdést, és az volt az utolsó alkalom, hogy beszéltetek, mert te beleléptél az ő művésztet. A, 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 ugye ez, a, amit nem a mondtál, hogy a, hogy a, nem csak a cenzúra, hanem hogy az életed, maga a műalkotás, és ezért ezek nagyon-nagyon személyesen voltak véve. És sajnos az összes kollaborációnál, mintha valaki szerveznek egy kiállítást, és neki van egy koncepciója, hogy melyik időszakot akarja megmutatni, és akkor abból azonnal megvolt az összeveszés. Tehát bárki, aki egy pici kreatív inputot hozzá tett volna, az nagyon hamar avval ő összefeszült, inkább ezt mondanám, és nem meglepő módon azokkal az emberekkel tudott nagyon sokáig jóba maradni, akik ilyen szolgaian elfogadták az utasításokat, és ilyen teljes rajongók voltak hogy hát én is így vesztem össze vele, hogy tehát indexes, indexe meg ilyen cikkei miatt, nem tudom én, egy valami nem jelent meg akkor, meg ez nem is volt jó írás, mm. stb. És akkor én már egyszer lát, most ugye utólag, hogy kerestem vissza az írásait, akkor láttam ott valahol föltéve, hogy ez a új Péter főszerkesztő izéban kicenzúrázta a, a korványa, izéban ilyen nagyon sértődött szöveg volt, nem emlékszem már egyébként, hogy mi volt a, az oka, de valamiért nem akartam azt akkor úgy, nem, úgy, akkor úgy betenni. Nem, és talált valami más projektet, tehát nem volt, hogy befordult a sarokba. Ja, hát ugye van itt, nem is ugye ez volt, tehát volt egy pont, amikor, amikor, a, amikor a Laci befeszült azon, hogy a, hogy az egy oldalas publicisztika mellé még hozzá akartunk rendelni mást is, hogy mondjuk három vélemény legyen, és akkor ezt mondtuk a, mondtuk Lacinak, hogy ezért azt én mondtam a Lacinak egészen pontosan, hogy azt az egy oldalát akkor majd valahogy most így asszuk meg. És akkor ezen befeszült, hogy én kolhozosítani szeretném, ugye azt hiszem ez volt a, <laughs> a csodás levelezés volt, amit átküldtem az up nak is, és akkor, és akkor ő azt így folytatta az igazi trebicset, azt hiszem a Bahia oldalán. Igen. Nem tudom, hogy aztán befejezte vagy sem. Keres, viszont nem jelent meg az igazi Travis. Egyébként én úgy tudom. Aminek egy... én nagyon érdekes, hogy 2016-ban viszont kiadták annak a londoni zsidó történésznek, angol zsidó történésznek a, a travis aminek ugye ez a címe az igazi Travis aki, ami egyébként egy 88-as könyv, de ezt a sztorit azért azt megírja nagyon-nagyon részletesen, hát történész, tehát olyan, olyan ö, ö, alapossága. De hogy, hogy, a Laci könyv az, az nem, 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 jelent meg végül semmilyen formában, azt úgy tudom. Pedig borítót is tervezett már hozzá. Igen. Na visszatérve csak arra, hogy, tehát, hogy mi, mi, akkor ugye öt évig nem beszéltünk a Lacival, viszont Utána ott folytattuk, ahol a bajtuk. Tehát, hogy túl tudott lépni rajta, és akkor, és akkor ilyen színházi dolgokba, akkor én például bekapcsolódtam, amit azt hiszem akkor a Máriással csinált valamit, nem tudom, a Merlinben. Ezeket összeszedni, és, és amikor össze kéne szedni ezeket az embereket, akik mind. Tehát azt gondolom, hogy volt ez az izéje is, mielőtt már tehát tényleg az utolsó négy-öt ez, amikor nem volt a dolgai körül figyelem. Ő se volt abba az erőben, meg energiába, hogy ezeket nyilvánosan nyomja, és akkor van ez, mint a HVG interjúban és hogy ő már csak egy kísértet, aki az útjában van az emlékműró, vagy az emlékmű építőknek, akik ugye a maguk Igen. képére elmondanák Igen. a történetet, amiben van egy ironikus csavar, és, és ezeket hívtak esélyüknek, sakáloknak, aminek akarod. De ugye azért ő is bizonyos szempontból egy opportunista módon ráakaszkodott erre a halász ö, temetésre. A Dixi történet egy ugyanilyen történet volt, hogy valakinek az élettörténetébe ő belekapott, és az, az ő kreatív üzemanyaga lett de ez valahogy azt hiszem, hogy ebbe nem volt elég jó indulat, hogy azt gondolta, hogy ezek az emberek, akik itt majd a nekrológokat írnak, azok itt megtörtik a saját újságokat. Tartalommal nem én tudom, én. tudom, de hogy én azt láttam, mikor elkezdtek jönni ezek a különböző megemlékezések, Facebook posztok, ez azt, hogy mindenkit valamilyen módon és mivel ezer oldala volt ezerféle módon, megérintett valamit abból, amit ő csinált, és hogy ezek mind ilyen személyes sztorik voltak, a mondjuk a nőklapja kaféról nem tudok beszélni, de hogy, hogy az ilyen személyes emlékezésekben én nem láttam ezt a Ó, én mindig is a legnagyobb barátja voltam, igaz, hogy nem beszéltünk tíz éve, hanem mindenki elmondta, hogy volt egy rövid időszak az életébe 2000 és 2003 között szerepelt a Laci darabjaiba, mint amatőr színész, és ez neki az élete egy meghatározó valamilyen volt. És tényleg egy ilyen felesége írta róla nekem a New Yorki felesége, hogy, hogy He was a remarkable guy, hogy tényleg egy ilyen különleges említésem méltó figura volt, nem nagyon tudott kihez hasonlítani. Nekem a nagy ilyen pillanatom most túl azon, hogy mi sokat ültünk együtt, van itt szerkesztőség értekezeteken, és mondom, hogy bár homályosan emlékszem ezekre, de arra igen, hogy ugye, mint a Liversing, meg ezek a sztorikra, hogy ezeket mesélte folyamatosan, meg arra, hogy mindig össze, hogy egyre nehezebben viselte el a bakácsot, arra mindig és nagyon utáltam valamiért. Voltak ilyen emberek, akiket nem, nem bírt. Hogy hogy a nagyon nagy pillanat az, vagy ilyen nagyon érdekes pillanat, ami az, ami az eszembe vésődött, az Most próbálom rekonstruálni, mikor lehetett, arra jutottam, hogy 2002 be lehetett. Mert ez biztos, hogy a Pesti Est kaféba volt, és biztos, hogy választás előtti időszak volt. A halász, és hogy még élt a Halász Péter, mert a Halász Péterrel együtt ültek ott. És bementem az Est kaféba, és ott ült a Naimányi meg a Halász és a két New Yorki emigráns, akik szobatársak voltak, és ugye a kommunizmus elől menekültek, és 2002-ben ott ültek, és szabályosan rettegtek, hogy mi lesz, ha a Fidesz győz. A, hogy ők visszavellek New Yorkba. És így, így nem értem, így, így, így tényleg nem értettem, hogy miről van szó, vagy egy kicsit úgy röhögtem rajta, ma már nem röhögök. De de, de de hogy az egy ilyen érdekes pillanat volt, ugye, hogy a két ilyen kvázi legendája ennek az élő színháznak, meg a ide ott retteg a Pestiest kaféval Liszt Ferenc most ez el, elolvasgattam ez... az a kurva, az a Rambai Ram projektről a leírás, hogy ájulásig futott Sex pistols ra meg is. És, és arról szereg szereg... van fotódokumentáció, tehát az igen. valóban De azok volt. is eltűnt, amit én a weben kerestem, ott eltűnt. Ott voltak fönn fotók elvileg, de az is ilyen törött linkek. Már csak a webarchivorgon vannak, van meg a izéje, tudod, összerendezte valamilyen freewebes Igen, az eltűnt, és már nem migrált át mindent igen, az új helyre, és akkor az új helyről is eltűnt. De lehet, hogy inkek. az eredeti fotók azok biztos azok meg vannak láttam uh -huh. most, uh -huh. Akkor az jó, a, érdekes módon, a, úgy, hogy, hogy a Spions előadásokról nem nagyon van. Tehát arról a négy darab koncertről, arról se hangot nem nagyon, Ugye egy demója, azt hiszem egy demoja volt a Spionsnak, ugye? É. Hát meg volt Franciaországban már lemez. Hát két lemez, Két az két lemez volt. A... Kis hát kis ilyen LP-a. És hát ugye egyébként ugye, ugye elkezdte megírni a, a Spions nak a történetét is. Hát na, na. a, a, a balkonban igen, egy végtelen. Hát nyilván végtelen folyamban, aztán, aztán, nem hiszen azt mindig végtelen Azt mondta, én, én, ott rögtem föl egy kicsit, bocsánat, hát amennyire egy nekrológírás közben fölölg az hogy amikor ez volt, hogy a, valamelyik ilyen, ilyen öléletlenszerű írásában itt a szokásos ilyen, ilyen kicsit sértődött hangú, hogy a ide, hogy a valko folyóirat, vagy idő, a spanyol sorot, a 70 valányadik résztén megszakadt. Szóval 70, 70 azt és, na, szóval, hogy, hogy de viszont az... Hogy az a támogatás megszűnt. Bocsánat. Tíz évvel ezelőtt dolgoztunk körülbelül a Péter és a Péter Ogi féle narratíva és a nagy féle narratíva az egy ilyen homlok egyenes ellenkező irányú. Volt, ami, ami ami amikor így írásban elkezd, így, ugye, megjelent, akkor gyakorlatilag így ketté osztotta a nagy magyar undergroundot. Régi sebek felhorgattak. De mi volt a, mi hegedűs fél a Spions a verzió? Hát nyilván ő teljesen más, tehát ő volt a zeneszerző, ugye? Tehát ugye az Ogi izé volt zeneakademista, aki meghallotta igen, a, igen, igen, szállat, és mondta, hogy akkor picsába a komoly zenével, ő innentől fog játszani. Hát nyilván ő a, a saját zeneszerzői teljesítménye felől nézi az egészet, hogy ő írta a dalokat, kimentek. Ő ugye, mint ilyen képzett zenész, ott, ott, ott neki meg volt a lehetőség, és valamilyen szinten ez így is történt, hogy ő egy ilyen reguláris zenész karrierre átváltott. Tehát ő dolgozott, mint az akkori, ilyen nagyon korai ilyen szempel, ilyen, ilyen mintavevő technikának a kezelőjeként dolgozott a Peter Gabriel a stúdiójában. Szóval hogy egész komoly helyeken dolgozott, mert hogy ő tényleg ő egy rendes zenész, aki tud zenélni. És hogy azt hiszem, ők össze is vesztek természetesen a Naimányi, meg az Ogi Párizsban. És a, a, tehát az ő narratívája a zenész narratívája. Én írtam a dalokat, izé, dattara, Neumann... Hát a laci kurvára nem érdekelte ebből a zenest soha. Így, Tehát, na, így ugye van, és ezt, a, laci mondta is, hogy... így van, a Laci narratívája pedig... Végtelenül le is nézte, a, né, nézte azt egyébként a A zenélő a későbbi... zenészeket. Igen, igen, a tücsök zene, ugye mindig igen, mondtam, hogy igen, a, így, a tücsök, tücsök zene. És hát a najmányi narratíva pedig az nyilvánvalóan, ami nyilván egyébként az is egyfajta igazság hogy ő volt az ideológus, meg ő volt a vizionárius, és hogy... És De hogy... A Moller, a Moller, hát a Molnár Gergely volt, igen. Így, igen, igen, így, igen, 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 és akkor, nem... igen, és, akkor, igen és akkor ők, ők, ők volt a vízió, hogy az, hogy egyébként az Ogi megírta a zenéket, csak az az ő személyben nem volt egy különösebben nagy, vagy ez egy, az, ő, az ő narrációja szerint ez egy mellékes körülmény volt és akkor mindazon túl, ugye Igen, ha jól emlékszem, valami is, ilyen lemezszerződés para szépen. is volt egyébként, tehát hogy az Ogi kiment Londonba, és a Malcolm McLarennel kezdett dolgozni, miközben előtte meg, meg ugye még a Spion-szal tárgyalt a Malcolm McLaren Párizsban, és ez, és ez a nagymányiek szemében ez úgy jött le, hogy lenyúlt a Ogi ezt a kapcsolatrendszert, és most ő ezzel visszaélt, és, és, akkor nek, ők meg mennek tovább, és már nincsen többé Spion zenekar, Meg ugye többi. a, a Spions koncertekkel kapcsolatban is volt a Lacinak egy ilyen amik hát ezek a koncertek ugye négy darab volt, mindegyik valamilyen botrányba fulladt, és hogy, hogy, ugye egyrészt ott volt a Naimányi, meg a, meg a Molnár Gergely, akik ebbe az akcionista izé színházi világban edződtek, ahol ugye mindig voltak mindenféle fizikai akciók, a, és ott volt az zenész Ogi, aki meg mit tudom én ott valami hangosítási problémám már izé, ideg idegösszeroppanást kapott, és, izé, és ők, nekik ez még nem fért bele, érted, mert ők, nekik ez nem volt. Izé, Sőt, őket... Tehát, talán őket ez triggerelte is. Igen, igen. A, a igen. Ők, para ő, nekik... ők leütközték az ilyen konfliktusokat, hogy erről szólt a művészetük, meg izé. Hát az, az Ogi -e ezt annyira nem érezte, és akkor voltak is ilyen megjegyzés, amennyire nekem lejött. Hozzáteszem ezt így... az, az egész Malcolm de... McLaren story ez is azért, a, ez ebbe, a, 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 kitáltam egy kifáló kifejező, ez a Punkhausen báró. Tehát, hogy ebbe, tényleg ebben a Punkhausenes e, e, e ködbe burkózik, hogy, hogy, hogy is volt pontosan ez a McLaren, mi történt? Szóval, ez, ez... De azért abba belegondolsz, hogy 79-ben Párizsban Párizsba leállnak a tehát 79-ben az a McLaren azért a még a poppiparnak az egyik legnagyobb guruja lehetett. Hát azért egy olyan sztorit, mint a Sex Pistols megcsinálásának 78 ban lett vége. Tehát ott még egy éven belül voltunk. Azért szerintem a Malcolm McLarennek akkor még volt, hogy mondja... Hát volt a Bauhau, a, a, a zenekar, mint ilyenek. Tőke mozgosító ereje például. Tehát, e, ugye? Tehát, hogy, hogy azért ő, ő ott tudott volna még dolgot csinálni. Igen. Mocsánat, És aztán csak... az is egy ilyen jó sztori, vagy... Hát ilyen kicsit olyan homályos sztori, ugye, amit a, a Laci úgy mesélt mindig, meg itt és is megjelent, hogy ugye lett volna ami nagy koncert, ami nagyon fontos lett volna további karrierben. És ellopták ha, az, az, az útlevelét a Molnár Gergelynek. Ami, ez, valami, megint csak egy tök elképzelhető sállás, valami titkos szolgált majináció volt. Az De hisz, hisz, hisz ők meg. magukat is úgy prezentálták ja, ja, ja. Párizsban, hogy ők egyszerre jelentenek, vagy hogy ők, hogy ők bemutatnak Igen. a szovjet rendszernek, de felajánlják, ilyen nagyon ironikusan és groteszkonul felajánlják Kádár Jánosnak a, a, a ami nyilván egy ilyen, egy ilyen, abszurd gesztus volt, vagy egy maga, hát, hát megint csak oda tudunk visszakanyarodni, mint a Péter mondott, hogy hát nekik a, Hát az egész életük volt a produkció. Tehát... És akkor innen, in, 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 innen jött az a rendkívül humoros szituáció, ami utol, megint csak ilyen hülyen hangzik, vagy meg egy kicsit olyan meseszerűnek, de ez, ez mindig nagyon ez egy nagy hangsúly a mesélte az, hogy itt jött az, amikor Molnár Gergely orosz egyenruhában, útlevél nélkül, magát orosz kiadva, az meg bujkát kiutasítva Franciaországból kellett neki Párizsban <laughs> valahogy sülni. <laughs> Miközben Magyarországról nyomában volt, hogy megint csak a titkos szolgálat. Hát igen, ez, a, ez ez megint az ilyen, ez megint az a, a mágikus realizmus, hogy tényleg a, a francia tudja, hogy... Meg, meg tulajdonképpen úgy nem is érdekes, azt hiszem. Szóval, hogy nem tudom, nekem nem hiányzik feltétlenül, hogy tudjam, hogy mi ebből a... Mi De ugye, a ahogy mondtad, valósabb... hogy már a hogy, hogy, ma az Ogi esetében is ugye milyen különbség van a két nézőpontból vizsgálni ugyanazt a sztorit, itt is megkérdezném azért Káder Jánost. Há, igen, de ezzel már elpéstünk. Lehet, hogy egész máshogy emlékszik erre. És egy kicsit most visszaugrok a Dixire, hogy Nemrégiben így. A egy. Jánosról logikus. A Jánosról logikus, hiszen... Van a, a, a legenda, a legenda volt. szerint ott van, amelyik pártfunkcionálisnak a igen, gyermeke igen, volt, ez igen, igen, igen. Ja, meg az volt, hogy a. Nem, hogy a biszkú lányát, de az is volt, meg az is, hogy a biszkú lányát elcsábította, igen. és azért, igen. igen. tehát az is volt, és, akkor a, és a lányt azt, azt, kivitték Moszkvába, ahol öngyilkos lett, igen, vagy valami vagy a KGB megfojtotta. Igen. Igen, igen ezt is, ez, is meg, ez meg, is meg, a Laci tekert rajta még kettőt, vagy, vagy de mondjuk a Dixi sztorikon már nem nagyon kellett tekerni, mert ott, ott tekertek már előtte is, maga Dixi is, meg eleve meredekek voltak. Szóval, hogy megnéztem a Dixie dokumentumfilmet, nem olyan régen, talán egy fél évvel ezelőtt, és így azon gondolkodtam, hogy ezt most megmutatnám egy 20 évesnek, így az értelmezhetőség tartományán kívül esne szerintem így nekik erőteljesen. Hogy mit gondoltok a, a, a életműve, mennyire értelmezhető mondjuk így a mostani fiatalok számára? első kézből származó élményeim vannak. Miután meghalt éjjel, akkor nem tudtam elaludni, és a neten nézegettem ilyen dolgait. És ahogy keresgéltem valamit, ami már nem volt meg egy linken, beugrott valakinek egy ilyen Tumblr blogja, vagy valami ilyen, ami a Naimányitól linkelte be a Molnár Gergőről egy kép a Molnár Gergő New Yorki látogatása, tehát akkor már egy idős emberként egy ilyen panktarajjal, nem tudom, megy egy ilyen kamerával, szóval és szóval. iszonyú kemény nézéssel, és a tambleres fiatal gyereknek az volt a kommentje, hogy hát nem is érti ezt, hogy ezekbe a pózokba így belemerevedve leélnek egy életet, tehát ez így viccnek azért rossz, vagy így. Tehát, hogy, hogy ebből a perspektívából ez a fajta te kiválasztod ezt a perszónát, aki vagy, mint művész, és aztán az életed azzá válik. És emellett kitart azt, nem tudom, 30-40-50 évet, ez teljesen értelmezhetetlen volt. És ilyen szempontból a Laci az, az nekem is nehezen volt fölfogható az a rész. Tehát ő hazajött, és csinálta ezeket a projektjeit, de otthon volt az idő legnagyobb részében, és volt, amikor én a doktorimat írtam, ami egy ilyen hogy szerzetesi típusú meló, kimentem egy ilyen faházba, ahol nem volt bútor, ilyen villanykört lógott a falból, és írtam egy hónapig, és azt hittem, hogy bekattanok, hogy ezt így nem lehet elviselni. És akkor jöttem rá, hogy ő akkor már itt volt legalább 15 éve, és ezt csinálja minden nap. És aztán a legvégén, meg már nem is nagyon volt, tehát hogy egy ideig meg volt ez a jó, de akkor legalább a balkon van. és akkor abban minden energiát beletolt, és akkor voltak ezek a ilyen 20-30 oldalas Spions sorozat epizódok. De amikor az is eltűnt, akkor ült, és digitális oltárokat dizájnolt, ilyen animált, a délkeresztje alatt, ilyen okult szimbólumokkal táncolnak a, nem tudom, a Sztálin verőemberei, a, a, a Haiti vudú mágusokkal típusú izél, meg egy külön oltára a Johnny and the -nek, meg mindennek, amit szeretett. És hogy volt benne egy ilyen, és a feleségem mondta jó, hogy egy ilyen megszállottság, egy ilyen alkotási mánia, ami Sokkal fontosabb volt mindennél. Fontosabb volt annál, hogy ő, or tehát az, hogy ő nem ment el orvoshoz, amikor már az egészségével egyértelmű problémák voltak, az ez a választás volt, hogy ő nem akar egy bácsi lenni, aki a kórházi folyosón sorba ül, és ebben megy el az ő élete, hogy ő alkotni kell, és arra minden időre szükség van, hogy most nem fog valaki másnak, a, és volt is erről szó, hogy akkor most akkor segítsünk találni valakit, aki ápolja. Neki nem diktálott senki, ő akkor kell föl, akkor veszi be a gyógyszerét, meg akkor nem, amikor akarja. Tehát, hogy volt benne egy ilyen nagyon nagy autonomitási igény, és azt nagyon, hogy mondjam, egy iszonyú, hogyha a mélyére kapasz, az mind az volt, hogy minél több időt ő ebbel töltsön. És mondtad, hogy nagy archivátor volt, hát az ő archívuma, minden megvan. Minden megvan, de nincsen benne rend. Tehát megvan ilyen New Yorki mosodaszámlától a nem tudom melyik hangszerének a használati utasításán keresztül olyan levelezések, amiből sok ilyen dolog, amiről azt gondoltam, hogy mese arról kiderült, hogy igaz, minden megvan, de arra már nem akart energiát, tehát arra, hogy elrakja, az fontos, mert az életmű része, de hogy ezt ő rendszerezze, vagy rendbe rakja azra felesleges időt tölteni, hiszen új dolgokat is generálhat, és ezért volt nagyon ki ezektől az emberektől, akik, mint a, a Janes Péter, próbáltak segíteni neki, hogy akkor most csinálni kiállításokat az ő anyagából, mert ott, ott is ez volt, hogy a Janás az szeretett volna ennek a lakásszínházas császárüzenetés időszaknak valamilyen fajta dokumentációját egy kis galériában közrehozni, és ott, ott rögtön az lett a konfliktus, hogy Laci mondta, hogy de én ma is alkotok, vannak új dolgaim, meg persze kirakhatunk ilyen régi dolgokat, de ezt az én kis mai félnaív digitális dizájnommal összezavarom, de hát az ennek a dokumentarista koncepciónak teljesen szembe ment, és akkor azt mondta, hogy akkor őt nem érdekli ez a kiállítás annyira, akkor ő majd csinálja az új műveit, és tök mindegy, hogy ki van állítva, vagy nem. Tehát ez ilyen egészen elképesztő volt nekem. Egyrészt nagyon tiszteletrem. tehát hogy nem egy ilyen hagymázos őrültnek látom, hanem egy ilyen szent megszállottnak, akinek ezek a történetmesélés, meg ezek a dolgok annyira fontosak voltak, hogy minden a saját egészségénél, meg mindennél fontosabb annál, hogy emberekkel smúzoljon, hogy megpróbáljon karriert építeni, hogy, tehát ezek mind ilyen másodlagos, harmadlagos dolgok voltak. Ezzel kapcsolatban van egy történetem, hogy a Lacival azt hiszem 11 éve felvettünk egy számot, Underground címmel, és ezt a, ezt a Laci kezdeményezte amúgy. Volt egy nagyon erős kép így, bennem, hogy hogy milyen videót kéne hozzá készíteni. Valamikor fölmentem hozzá oda a kis Harcsám, harcsa utcába, és akkor egy atléta trikóba volt, és egy lábosban kavargatta a kávét. És így, és így mondtam a Laci-nak, hogy figyelj megvan a videóklip az undergroundhoz, hoz lábosban kavargassad a kávét az atléta trikóba. És így ezen így teljesen teljesen kiakadt, hogy, hogy nem, 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 semmiképpen sem, és így azt elkezdett fotókat küldözgetni, és ugye beöltözött Sir David aki ül a temetőben, stb. És azért. aztán nem, nem valósult meg a klip, de maga ez a, ez a kontraszt, tehát az, hogy ő nem akart esendő lenni, hogy esendőnek látszani, az egy, az egy, nagyon fontos dolog volt az ő életében. De nem csak, nem csak esendőnek látszani, hát ez, neki ez a fajta, hogy mondjam, megjelenés, szépség, elegancia, ezért, ezek mindig kurva fontos dolgok voltak. David bowie kapcsolatban is nem tudom én hányszor leírja, hogy, hogy pont ezt kellett tőle eltanulni hogy mindig az, hogy jól kell kinézni. Egyébként szerintem én, én ugye a, a, a Laci-nak a dolgait, meg a, a, az ő Gondolataira akkor figyeltem én föl igazán, amikor a második cikke volt a van tétben, az Elvis Presley. Az első a David Bowie volt, a másik az Elvis Presley, el is hoztam egyébként, meg tudok belőle idézni fejből a mai napig. Nagyon kell, én, én, nagyon sok cikket olvasok, ugye, húsz <laughs> éves korom óta más egy csak cikkeket olvasok, naponta sokat. De olyan, hogy megjelenjenek benne komplet bekezdések, de abból a cikkből nagyon sok ilyen van. És abban is van ilyen, hogy a, hogy, hogy, ugye a, hogy a roll, a blues, a blues arról szó, hogy ott jött a barátnő, esik az eső, ellopták a gitárodat, munkád ott és ez mit tesz hozzá a rakendról? Azt, hogy vedd fel a legszebb ruhádat, és kerálj magadnak egy felháborítóan gyönyörű frizurát, vedd fel a legszebb cipődet, és tegyél úgy, mint a világ legnagyobb királya. És ez, ez a rakendról. És hogy ez kurvára benne, mert ő is mindig szeret fölöltözni, ez a izé, hogy ő, 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 ő valahogy jól nézzen ki. Tehát, hogy ez a ezt egyébként aztán a, a Rastafári cikkbe is kifejtette több helyen, meg, meg, a, meg a, ugye a Rastavása kapcsolatban, ez a minden férfi király, minden nő királynő. Tehát, hogy így kell fel, hogy, hogy nyomd el magadba, írst ki magadból az alatvalót. Ugye ez egy ilyen szinte hogy mondjam programszerű ezé, mondata volt, amit, amit időről időre elő, el, elővet valahogy. És neki ugye a Kelet-Európától való megszabadulásának a történetében is ez benne volt, hogy itt minden ronda szürke, a nők rosszul öltöztek, a férfiak rosszul öltözöttek, a nők slamposak. a. Kell, és, kell, és ezért kell, nap, igen. Nagyon-nagyon szép írásai vannak el, vagy meg jó mondatai vannak erről, több írásában is ez előjön, hogy amikor ezt a kelet-európai, a 70-es évek, 60-as, 70-es évek, hát Magyarországi ilyen, ilyen közegét leírja egy-két ilyen találó mondottal, és ugye ehhez, ettől kell megszabadulni, ehhez képest ugye a, a például a megjelenésbe is megizet. Szóval, hogy ez, 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 neki fontos volt, és a, valóban az atléta trikóba kávé keverget, és az ebben nehezen fért volna velem, imás szempontból. Is. Igen, és akkor visszatérve a kérdésemre ugye nagyon nehéz, mert színház történeti keretbe is lehetne erről beszélni, rockzene, től a regig, mert ugye mindenfélevel foglalkozott, ö, írás, nem, tehát hogy nehéz bekategorizálni, én most az életművet próbálom valahova elrakni, mert ugye ő mint a, nem tudom, a hátán a házát, ez végig görgette az egész világon, tehát megvannak a dobozok, amiből De ő, ő New Yorkba... vagy valami? Hát valaminek kéne lennie, csak ugye kicsinálja. Mi, mi, hogyan mondod el ezt a történetet? És én és nekem ez a az, hogy ha most nem lenne a ner az egész mellett és az, hogy, hogy melyik állami intézményrendszernek biztos a fenntartása, hol van az, hogy bizonyos állományokat ideológia vagy pusztán ilyen hozzá nem értés szempontjából konténerbe raknak, tehát hogy ennek hol van a jó helye, és hogyha ezeken minden kéne ez a Petőfi Irodalmi Múzeumban van jó helyen, a Csetamás akármi programban, valahol, ha feltételezve, hogy ezek jó archívumok, a Színház Történeti Múzeumban. Hogy ennek a Laci? Igen. Magyarul ennek a Laci meg. Tehát uh, igen, tehát sehova nem, nem igazán. A, az art van még a legközelebb, mert ugye ott van ez a generációsan összegyűjtve, és ott sok ilyen összművészeti összművész van. De teljesen kívülálló, tehát nincsenek állami díjai, semmilyen, tehát amikor így próbáltuk a végén keresni, hogy hol, hogy nem tudod egy művész otthonba berakni, nem is ment volna, tehát az utolsó percig ugyanez volt, hogy neki ezek a kötögető, rejtvényfejtő öregasszonyok nem szellemi társaság. Tehát, és nem csak a bácsiskodás van ebbe benne, hanem a kis embereknek a, a Teljesen. Tehát a, hogy mondja, a working class hero, meg ezek a, a, az elnyomott kisemberrel mindig azonosul, de az alattvalótól olyan távol próbálta magát tartani, ahogy is anyámmal mielőtt disszidált, iszonyú konfliktusai is voltak ö, ennek kapcsán, ahol, ahol, hogy mondjam, olyanokat mondott, ami abban a szempontból, hogy te tudod próbálsz megélni, előteremteni a megélhetési költségeidet, valahogy az anyátokat el kell tartani, nem tudom micsoda, abból az elég sértőn, esik le egy ilyen, hogy figyelj, ti tizen ilyen kis piszticsári dolgokkal élitek a percemberek életét, nem tudom, micsoda, e, itt neked, tehát, hogy nem, nem ez az életbe a feladat, és, 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 és én értem, hogy ez hogyan csúszik össze ebben a tibeti miszticizmussal, ami nála nagyon-nagyon meghatározó is volt, tehát ott ugye megvan ez, hogy amikor a mindennapoknak ezekkel a triviális tevékenységeiddel elfoglalod magadat, avval részt veszel ebben az illúzióban, ami a, Földnek, vagy a földi életnek ez a kínlódása, és nem a valóban fontos spirituális dolgokkal, nem a valósággal, nem a saját szerepeddel foglalkozol. Ö, és, és, hát nyilván ez, a, ez aztán megjelent abban, hogy nem akart egy ilyen kávét kavargató öreg ember se lenni, hanem ő a izét kutatta doktor Bardóként, hogy ezekbe az átmenetekbe milyen lényként születik. És mond, mond, volt is egy ilyen írása valahol, hogy ő nem is érti ezt az egész magyar temetési kultúrát, aztán artportálon a különböző kultúrák temetési szokásai, hogy miért kell körülállni, amikor a testet ott hagyod, az olyan, mint egy ilyen hegedűtok, Most nem ünnepeljük a hegedű tokot, tehát ezt így hagyjuk abba. Ö, igen, tehát... Ez a jó cím lesz. Ugye a... Nem, a, a... Hogy hívják, a, a, a volt, hogy a Timothy Lirivel hosszan foglalkozik, aki ugye nagyhőse volt szintén a 60-as évekből, és ő a Liri, aki ugye érvényes figura rává mentett át magát a 90-as években is, mint ilyen internet profétává lett ugye az LSD-ből. És az ő, ő is egy kicsit, ez érdekes dolog, mert aztán Halász Péter is, aki szintén közelebb volt, hogy megrendezte a halálát. Tehát a Timothy líris, is, ugye ő nyilvánosan haldoklott interneten, beszívva, vigyorogva, mindenféle aktivitások közben, ugye mondta, hogy hát ez az egész hát. és ugye, hogy a Laci ott is idézi, részben Timothy Leary, mert a mondatból nem is egészen világos, hogy ez az ő tény megállapítása, vagy a, vagy a lírit idézi, hogy ez, hogy ez a keresztény zsidó kultúrának ez a teljesen értelmetlen, hülyítő gyász az, 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 micsoda retteltes szokása, és hogy ezen, ezen fölül kéne valahogy emelkedni, vagy, vagy ezt meg kéne valahogy, valahogy Gusztusta, sőt guztustalan. Gusztustalannak és értelmetlennek Igen, igen, igen. És ez nagyon tett, tehát, hogy érdekes, hogy, hogy, ugye ez a karibi történet is, meg a bali történet is erről szól, sokszor elmondta, hogy jó ott érezte magát otthon ahol mikor valaki meghal, akkor három napig táncolnak, meg énekelnek, mert örülnek, hogy ő most kapott egy új lehetőséget, hogy karmikusan valami más sztoriba vegyen részt, és máshol teljesedjen ki. Hogy mert igen, ez az egész zsidó-keresztény kultúrkörrel szembe egy ilyen nem pessimista volt, csak az reménytelennek tartotta. Tudod, mit nem tudok még, bocsánat, ez csak eszembe jutott ki, Itt, amikor a különböző sztorikból próbáltam kibogarászni én is, hogy ugye ez most fiktív, vagy nem fiktív, vagy mennyire életrajzi, mennyire nem, akkor volt, volt néhány olyan pont, amit így időrendben nagyon nehezen tudtam, tudtam összerakni, hogy én arra emlékszem, hogy, és lehet, hogy itt a saját memóriám is megcsal, de hát ugye minden ilyen működik, az ember, minden így működik, az ember ezt a saját agya hozzárak egy-egy más történetekhez, meg elvesz belőle. Hogy, hogy, volt egy sztori, és azt is én vant ide értekezleten mesélte, hogy talán Párizsban, én úgy emlékszem, hogy úgy mesélte, hogy a Sex látod, de a Sex Pistolszt, ahogy összerakom, nem láthatta Párizsban, hiszen egy évvel korábban feloszlott. Tehát a Lacik 79-ben ment ki Párizsba. Ha csak nem volt ki korábban turistaként Párizsban, valamikor 76-ban 76 volt Párizsban. Kiengedték a sex ő pistolsz. 76 -la? Ki tudott menni? Lát, ki tudott menni ő 76 -la? Nem valószínű, kizárt ki tudott volna. nem nem nap. valószínű, ki tudott Hát figyelj, az, amit erről beszélgettünk, ugye mi kicsit pár nappal ezelőtt, hogy szerintem az a pill lehetett egyébként. A 79 már volt a pill, ugye a Public Image Limited. láthatta, láthatta John, akkor már John Lydon néven praktizálott Johnny Rottent. Mondjuk én meglepődnék, ha összekeverné a a pisztolsz a, pillel. Nem tudom, hogy milyen milyen. De, de azt láthatta. Annyi, az volt a, csak az volt a lényeg, és ennek ez egy fontos dolog volt, mert valahogy szerette ezt be a, a, tehát a, a közül is mindig szerette, azokat, meg, vagy ezeket a gesztusokat a rockzenében, amik direkt -e félelmetesek, vagy ilyen ezt horror, bocsánat, horror, nem horror a Marilyn Manson imádatáról. Igen, a Marilyn Manson, meg a Black Metal imá, igen, é, rajongása is így, hasonló volt hogy ő arról beszélt, hogy ő azt látta akkor, hogy följött a zenekar, és rettegett tőlük a közönség. Tehát, hogy folyamatos fenyegetést jelentettek a közönségre a, a maga a zenekar, illetve és a közönség is viszont, ugye a dobálás meg mit És ezt nagyon érzékletesen mesélte, ami tényleg benne volt egy olyan, vég, végig az én is a gyerekkoromban, a gyerekkoromban, hát amikor én elkezdtem pankoncertekre járni 85 környékén, akkor szintén ez volt, hogy volt egy állandóan bunyó volt, és volt egy ilyen, hogy a zenekartól is féltél, mert általában azok voltak ugye a legsúlyosabb arcok, akik zenéltek, ugye ez volt a izé. Meg, meg a közönségbe is mindig, mindig volt ez. És hogy tényleg ez a, hogy, 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 hogy az erőszak, meg a, meg a, tehát ez a fajta fizikai, nagyon, nagyon konkrét fizikai jelenlét a rockzenében még akkor milyen fontos volt, és, 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 milyen erős volt ez a nyers fizikai erő és az erőszak. És ezzel sokat foglalkozott, különböző írásai is előjött mindegy. Ja. Nekem, nekem ott ragadt meg, hogy, hogy azt hiszem arról is beszélt, hogy, ezért, hogy mennyire csuláztak a francia pankok. És, és, ezt, és én ugye évekkel korábban, még gondolom, hogy gimnazista koromban olvastam valamelyik írásban, hogy ez csuláznak a pankok koncerten a tetszés nyilvánítási jeleként. És akkor, és akkor ezt a, a, a nagymányítól is személyesen hallottam, hogy valamelyik vissza. cikkében volt, a 81-es rock, abban volt először ez a csulás. Az Lehetséges. Az is nagyon megragadtak. Igen, igen. ilyenekből ezek... tájékozottuk, 81-ben az meg a Kevés információ, Rossz egyes ugye, ami évtizedekre az volt az információ a, a, az aktuális rock zenéről. Ezek az 90-ig gyakorlatilag, abból húztuk ki az évtizedet. Az egy kicsit talán túlzás a mai generációkban vagy hogy mondjam, egy kicsit túlzás azt állítani, hogy ezzel reprezentálni lehetne a, a mai generációkra tett hatását bizonyos nagymányi vagy nagymányi körüli alkotásoknak, ugye, hogy van ez a Balaton féle földolgozás, hát nyilván a Balaton is egy élő műemlék, vagy egy valamiféle fosszília, és nem lehet azt mondani, hogy, ugye tömegesen lenne hatása a mai ifjúságra, de egy létező dolog is szerintem egyébként a Misi nekem egyre inkább ugye az a benyomás, amit az évtizedek alatt, hogy tényleg a magyar könnyű zenének egy, egy, messze kiemelkedő zeneszerzője, és, és, de torony magasan kiemelkedő. És a, én úgy láttam, hogy egyébként a Lacinak is hogy hasonló, hasonló ö, ö, véleménye volt. És hogy ugye azt a két spion számot, azt, azt nagyon szépen megcsinálták, és ha meghallgatod azt a izét, azt a szöveget, fú, az meg, az ma is, a, az ma is, és az egyre keményebb. A Molnár szöveg is, a Naimányi szöveg is, mert ugye egy Naimányi szöveget és egy Molnár csináltak meg, és, a, és egyébként én úgy tudom, hogy a, a, Laci az nagyon szerette a keszeinek a gitárjátékát abba. Tehát, hogy én beszéltem a, a is, meg a keszeivel is, és ugye a Laci, aki egyébként így a zenészekről, meg ezekről a zenei ízékről, hát mindig ilyen, tudod, ez a tücsök zene, meg ilyen időben, de, és, és valamiért a metálosokat szerette igazából, meg volt neki ez a metálkatás A keszélye egyébként metálgitáros szereti, ez nagyon érdekes. De hogy ez? És ott, ott, ott megint egy nagyon érdekes összefonódás van. Bassza, meg megint megyünk a mágikus realizmusba. És egy szót nem beszéltünk a Csontos Pistáról, aki egy másik halott halottvantitszerző. van szerző. Két halott van szerzőnk van és hogy ők, 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 ők ugye, hát egy egész érdekes, ugye a Vantid kapcsán kerültek, vagy a Vantidnál kerültek szerintem kapcsolatba, de akár a Vigmisivel is kapcsolatban, mert a, a, Csontos Pista is egy nagyon fújt, Nagyon, tehát nagyon sok minden összeköti ezt a két figurát, közben nagyon különbözőek. Tehát a Csontos, aki egy, igaz, egy kereskedő végül is. A ráadásul nagy háza van a hegyen, hifikkel kereskedik, de másrészt egy megszállott, művészetfogyasztó. És ő ennek a 60-as évekbeli dolgoknak is ugye minden kutatója, tudója, -e, meg volt neki minden. És ugye aztán a Teremin projektbe ők dolgoztak együtt oda, adott a, egy, írtak együtt a Vantitba. És nagyon jókat írt a Csontos is egyébként a Vantit. Nagyon jókat cseppel, ott ő nem tudott írni. A Laci az tudott írni, a Csontos az úgy tanul neki mindent, ugye ő, ő akkor kezdte ezt csinálni, és így nagyon szépen kezdett belerázódni aztán. És, 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 aztán a, a Teremin projektbe, a, én úgy tudom, de hát ezt ennek is után kell pontosan nézni, a csontos adott pénzt, meg hogy haza tudjanak hozni egy hangszer, talán Németországban, ami talán egy eredeti Teremin volt, már úgy, hogy maga a, a, a Csermen építette, és aztán ebből lett valami rethetes összeveszés. Már nem tudom, hogy hogyan. De valami izé, akkor csontos is befeszült, hogy bazd meg a naimány is, meg akit pedig nagyon tisztelt, meg azé, hogy, hogy neki is csak tényleg ez van, az a te gazdag vagy, te adjál pénzt, izé, és hogy, hogy ezen teljesen ki volt bukva. A naimányi is ki volt bukva, hogy hát itt van ez a fasz, izé, akinek fogalma nincs itt az igazi művészetről, meg, meg semmiről, és mit akar. Úgyhogy lett egy ilyen nagyon csúnya összeveszés, pedig ugye a csontos figurájában is benne volt az összes ilyen, ilyen, ilyen hihetetlen sztori összefonulva ezzel a, az underground a vigmisékkel. és az jutott teszem, hogy általa került be a keszei a Balaton zenekarba, aki egy metágitáros volt, és ott a csontosnál találkoztak a végmisékkel, meg a, hát először a, a Szóval nagyon érdekes itt a Vigmisinek a személye, mert gyakorlatilag a legelső találkozás itthon valahol ott a Vigmisi köré szerveződött, akkor itt is egy Vigmisi Michi van, és, egyébként valami testvérnek a, azt hiszem az egyik legutolsó sztori, ami ugye Naimányi Val történt, az, az, szintén a Vigmisihez köthető. Hát beszélt erről az atlétás helyzetről, és nyilván, amikor valaki haldoklik, akkor nem ezt a legjobb imidzset tudja magáról bemutatni, és ezért ő az elmúlt fél három évben nem nagyon engedett be senkit ö, a lakásba, és, ö, és akkor, amikor elkezdett elesni, meg ilyen ö, leesett a lábáról, akkor már beengedett engem, és akkor mit tudom, rendet raktunk, meg kitakarítottuk a lakást, meg ilyesmi, és a legvége az ilyen teljesen szürreális volt, mert, ö, mert nem tudtad megint, hogy, hogy mi igaz, mi nem, és szerintem ő se. Tehát volt ilyen, hogy akkor már azon aggódtunk, hogy föl tud-e kimenni, enni, inni, ilyesmik. És akkor mondta, hogy ő föl kell téjjel, hirtelen megszállták a óriás energiák, kiment, megevett két adagot a izé kajából, és nem tudom micsoda, és aztán anyám ott találta az ételt. És akkor volt a -e következő, tehát ez a, tényleg az ilyen utolsó hét történet, és mielőtt e, nagy hogy Hosszú mondjam, hosszú-hosszú beszélgetések után beleegyezett abba, hogy bemegy a kórházba. Az utolsó este elment hozzá többek között a, a Víg és ezt a Laci úgy mesélte hogy volt nála egy óriási parti, uh, Víg Vigmisi hozott, nem tudom, hoztak epret is, dumáltak, és kitalálták, hogy akkor együtt fognak koncertezni, és hogy fellépniük egy közös vállalkozást csinálnak, és ugyanabbal a fajta, úgy meglátták ezt a közös álmot, mind a Ketten, és, a, és azt gondolom, hogy a Misi is komolyan gondolta ezt, vagy nem tudom, az anyámtól ezt hallottam, hogy, hogy ő is magyarázta anyámnak, hogy lehetne együtt majd valamit csinálni, mikor kijön a kórházból, és hogy, hogy ez volt a, abban az utolsó időszakban, amikor már nem nagyon láttad így megcsillani ezeket az energiáit, meg azt, hogy valami előre mutat, hogy, még akkor vannak projektek, az nagyon sokáig nem volt, és ez volt, és aztán, aztán kórházba ment, ahova nem, nem is jött, aztán belőle vissza. De hogy, hogy volt egy ilyen utolsó találkozás közöttük, és egyfajta ilyen, mert ott is nyilván volt valamilyen megsértődés valahol az úton visszafelé, de az érdekes, hogy is így visszatalált hozzá, pont a legvégén, és hogy egymással uh -huh. találtak, meg tudtak kommunikálni. Hogy, hogy gyakorlatilag ugye ezt, amit te mondtál, hogy ez a bács is ezért, hogy ezt az egyik ilyen élet, az megérte, hogy ugye hogy a hosszú események az a már a vége felé járok, egyre -egy gyorsabban fogy az idő, ami korábban egy nap volt, ma már perceknek tűnik. Korábban számos dolgot el tudtam intézni, én nap alatt ma már örülök, ha egyet sikerül. Mozgásom és gondolataim szárnyalása is lassul. Jobbára csak matatok. Mm -hmm. Jobbára csak matatok.